harmadik alkalommal rendezitek meg ezt az úgynevezett Burgi Alumínium Ember nevű versenyt. Ugyan. Honnan jött a név? Burgba vagyunk. Alumínium Ember, mert azért nem vasból vagyunk. Vasember mintájára. Egyéb kérdés? Hányan indultok most ezen az alkalommal? 80. És az előző két versenyen hányan voltak? Az első, az egy kicsit gyéremnél számmal indult. Hárman indultunk, utána 11-en, az volt eddig a rekord, nevezés. Most is nagyon örülök, hogy 80 összejöttünk, mert majdnem csak 5-en voltunk. És mit vársz a mostani versenytől? Hát élményt. Hányadik helyezettnek várod magad ebben a mezőnyben? Hát megpróbálok a dobogóról oda kerülni. Hát akkor hajrá! Leengedte már, vagy mi? Hova kell fújni? Hova kell menni? Arra? Szóljon valaki, hogy mikor mehet. Elkészülni! Vigyázz! Rajt! Mehet!
végig vezettél, ha jól tudom. Igen, igen. A második helyezett, aki mögötted bejött egy a jó 10-15-20 másodperccel, igen. Nem érezted sohasem veszélybe azt, hogy esetleg átveszi a vezetést? De igazából akkor, amikor meg kellett állnom a biciklinél, mert nem tudtam, hogy merre kell menni. Ugye jó 3-1, vagy hát fél percet várnom kellett, ilyen 45 másodpercet, hogy itt a Murvásnál merre kell menni. De és akkor át is vette a vezetést? Hát igen, igen, ott már úgy lendületből jött a hely a dombról, és úgy átvette a vezetést, és utána, amikor kiértünk a Murvásra, mert ugye én ilyen virsli kerekű biciklivel versenyeztem, hogy ott féltem, hogy nem kapok egy defektet, de aztán sikeresen átjutottam rajta. Utána így fogtam előtte a szelet, hogy egy kicsit pihenjen, kicsit bolyankodtam is vele, de aztán utána, amikor látta, hogy merre kell menni, utána meg már így elmentem mellette. Hogy érezted ezek szerint, mondtad, hogy poénkodtál, ezek volt benned még tartalék is? Tudtál volna gyorsabban is jönni? Biciklivel szerintem igen. De úgy futástál már ott, az eleje nagyon nem esett jól, de utána, amikor itt beértem a fűre, utána már a térdeim is egész jók voltak, úgyhogy jó volt, tetszett. Hol eszméltél rá gyakorlatilag, hogy vezetsz? Tehát úszás közben is figyelted azért a többieket, vagy nem, csak már mikor kimásztál? Nem figyeltem senkire, igazából. Ahol úsztam, ott nem nagyon láttam a szökőkutat, mert ugye ott kellett kiszállni. Aki mellettem úszott, kétszer is nekem jött, azt hiszem. De úgy utána, nem tudom. Igen, igen, ő volt az. Ha megrendezik legközelebb is ezt a versenyt, jössz? Szerintem igen, ha megkapok meghívást, akkor igen. Hát akkor még egyszer gratulálunk. Köszönöm szépen. Inkább úgy mondanám, hogy 8. lettél ezen a remek kis versenyen. Jobbra számítottál, rosszabbra vagy, meg elégedett vagy a teljesítményeddel? Tulajdonképpen csak részt akartam venni. Tisztában voltam vele az elején, hogy utolsó leszek. Reménykedtem egy biztos 7. helyben, de nem jött össze. Hányadszor veszel részt ezen a versenyen? Először? És legközelebb, ha meg lesz csinálva újra. Ez így elég volt egyelőre. Ki akartam magam próbálni. Hát, meg tudtam csinálni. Úszás után azt hittem, a tököm leszakad. Futni nem bírtam, tekerni nem bírtam, legalábbis odafele. Visszafele már jobb volt. Már amikor megláttam szembe jönni az első 3-4-et, akkor ugye elment a kedvem az egésztől. Az volt a legnehezebb pontja a versenynek? Vagy? Nem, tulajdonképpen az úszás utáni kikászálódás, meg öltözés. Hát ott ült, egy percet ültem ott, azt hiszem. Még mindenkinek a részvételért és az eredményekért, akkor először szólítanám Buhnyics Milánt, a 7. helyezett Szuklics Gellért. Köszönöm. Összekeveredtünk. 6. helyezett Járai Ákos. 5. helyezett Sümegi Zoltán. 4. helyezett Solymos Dávid. Köszönöm. 3. helyezett Buglics Nándor. 2. helyezett Pernoki Péter. Miért doping? Köszönöm.